Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hétember, és a Hétembere nem más, mint Borbás Edina író. Épp arról beszélgettünk, mikor kezdődött a főcím, hogy mi már beszélgettünk egy másik regényről, akkor egy rádióban beszélgettünk, az egy éjszakai élet, a lokál, a szenvedély kapcsán volt, és hát most azért hívtalak be, mert hogy nem bírsz magad, de aztán megint írtál egy könyvet, nem is tudom, hogy írónak mi az a hobbia, vagy egyfajta becsípődés, és ez a könyv pedig a zárva, és az első, úgy jött a Blikfangos cím, ez az első karanténregény. Na, erről mesélj nekem, azon kívül, hogy önmagában a könyv szép. Hát köszönöm szépen. Valóban nem bírok magammal. Az nem akkora baj. Tavaly, hogyha megkérdezték volna, hogy idén karácsonykor egy századfordulós monarchia korabeli könyvvel jövök ki, vagy egy utopisztikus jövőben játszódó regénnyel, akkor én azt mondtam volna, hogy 100%, hogy egy századfordulós monarchiás regénnyel jövök ki, amit már megszoktak az olvasók és szeretnek is tőlem, de az élet közbe szólt. És az írók valahogy olyan furcsán működnek, hogy hat rájuk a külső világ, és nem bírtam mást írni, csak nagyon aktuális dolgot. Méghozzá az Árvát, ami, mint ahogy ez a cím is mutatja, az első karanténregény, tehát szó szerint karanténban játszódik ez a regény, de azért nem kell megijedni tőle, mert nagyon romantikus. Ugye hát zanzásítva történt, nem, hogy szokták most, nem spoilerezve a végkifejletet, ugye egy férfiről és egy nőről szól alapvetően, aztán van egy titkos harmadik fél is, akik egy liftbe szorulva megpróbálnak tartani ezt a másfél méteres távolságot, amit egyébként már 2034-et írunk, és már mindenki megtanult kívülről, hogy nem érintkezünk, nem beszélgetünk, vagy ha beszélgetünk, akkor azt maszkba tesszük, és hát itt mindenféle bonyodalmak alakulnak közel 271 oldalon. Igen. Nagyon érdekelt ez a téma, igazából a lelki oldala érdekelt a dolognak. Ugye beütött a tavasz, tavasszal ez a furcsa világ, ami mindent megváltoztatott, azért valljuk be körülöttünk, és elkezdtem gondolkozni. Elkezdtem gondolkozni azon, hogy hová is fajulhat, hogyan alakulhat a társadalom, hogyan tudunk erre lépni, és mit hozhat esetleg. Nagyon remélem, hogy nem azt hozza, ami a könyvemben van, hiszen a másfél méteres távolságot itt úgy kell érteni az én társadalmamban, ami nyilván egy kitalált dolog, hogy valóban nem érintkezhetnek az emberek. Tehát itt a párkapcsolatoktól kezdve, a gyermekérintéseken keresztül semmi nincs egy bizonyos kor fölött, viszont az érintések egy virtuális világba tevődnek át, ami hát nem igazi. És hogyha felnő egy olyan generáció, akinek már teljesen természetes az, hogy nem érintkezik mással, akkor az milyen változásokat hozhat az ő lelkében, az ő testében, és hogyan tudja ezeket a gátakat leomlasztani. Igazából erről szól a történetem, hogy Michelle, a lány, aki belép egy San Franciscói hipermodern irodaházba, ő hogyan tudja a saját korlátait ledönteni, és hogyan tud újra, hát a mai normánk szerint normális emberré válni. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt az alapgondolat, és ami még izgalmasabb benne, hogy igazából ez a sztori, ez nem tavasszal született meg. Tehát ez egy pihenő novellám volt egyébként, csak annyira elrugaszkodottnak tartottam, amikor írtam, hogy beraktam a fiókba, majd kezdek fel, mekkora valami. Ez a fiók? Tehát, hogy hány ilyen elfekvő dolog van, amit még nem sejtettünk, hogy jön. Tehát melyik most a legvadabb ötleted, ami még nem valósult meg? Jaj! De tényleg csak, hogy felkészüljünk, hogy mi jöhet még, mert ezek szerint akkor... Nem. Már láttad, hogy ez, tehát mi fog még jönni? Tehát zöld emberek, vagy nem, a dinók? Nem. Igazából ez az első sci-fim, amit írok, tehát... Hát ezt nehezen nevezném, mint sci-finek, ahogy... Én is, tehát, és szerettem volna mondani mindenkinek, hogy nem szabad megrémülni. Hiába vannak benne innovatív dolgok, azért én ezt egy nagyon puha sci-finek mondanám, de mégis annak a zsánernek kell megfelelni. És hogyha annak a zsánernek kell megfelelni, akkor úgy kell írni. Úgyhogy ezért is mondanám. Igen, azt, Magyarországon hogy... Magyarországon a sci-fire, hogy kitaláltuk, ez a tudományos, fantasztikus.
kifejezést? Van benne egy nagyon pici tudomány, de csak tényleg egy csöpnyi, amit még a nők el tudnak viselni, és én is. Ez úgy érthető, mi azért jobban örültünk volna, hogy a több szörnyecske ugrik ki a könyvből, de így sem rossz. Viszont tehát egy nő és férfi kapcsolatnak kellett szörnyecskébb dolgokat kivarázsolni, mint amit hozhat maga az élet is. Ez lábjegyzet. Viszont az jutott eszembe, hogy ugye mondtad volt, hogy hát a könyves fióknak is dolgozol. Hogy ezek szerint akkor, hogy te úgy dolgozol, hogyha van valami ötleted, akkor megírod, vagy elkezded megírni, vagy leírod először a témaötletet, aztán utána elkezded ezt kibontani. Tehát hogy működik nálad a munkafolyamat? Mindenkinek másod volt. Itt olyan író, akivel beszélgettem, aki az ágya mellett tart egy kis füzetet, meg egy diktafont, és amit megálmodik, vagy gondolkodik rajta, azt rögtön fölmondja, és akkor utána másnap ő visszahallgatja, és akkor ezekből próbál összerakni morzsákat, hogy hogy mint lesz ebből. Ez egy célszerű dolog lenne, de én nem így dolgozom. Azért kérdezettem, hogy dolgozom. Nem. Én már egyre ritkábban írok a fióknak, vagy hát úgymond egyre ritkábban rakok el témákat, mert általában mindent felhasználok. Én azért dolgozom is, tehát dokumentumfilmeket is csinálok, videoklipekben is részt veszek, reklámfilmekben is, tehát a kreativitásomat, igen, tehát... Úgynevezett civil életed az írói élet mellett. Igen, de ez is szorosan kapcsolódik nyilván az írói léthez, meg a kíváncsisághoz, mert szerintem egy írónak nagyon-nagyon fontos az, hogy kíváncsi legyen. Kíváncsi legyen a világra, és adni akarjon másoknak, és ehhez szorosan kapcsolódik mondjuk egy dokumentumfilm elkészítése, ami szintén arról szól, hogy kíváncsiak vagyunk, és adni akarjuk a múlt morzsáit a nézőnek mondjuk. Tehát én már egyre kevesebbet írok a fióknak, viszont van egy-két projektem, amiből akár nem lett film, vagy nem lett könyv, de mondom, ez nem sok, mert annyira sokat dolgozok mostanában, hogy mindent fel kell, hogy használjak. Én leülök és írok. Tehát megvan a téma, megvannak a karakterek egy könyvnél, és utána haladok a történettel. Tudom, hogy honnan indulok, tudom, hogy mit szeretnék a végén, tudom, hogy mit szeretnék belepakolni a könyvbe, de ez egy organikus folyamat egyébként. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy én izgulok a legjobban írás közben. Hogy mi lesz a vége? Hát, hogy mi fog benne történni. Mert hogy ezek a szereplők, ezek játszanak, ezek nyilván nem 100%-osan én vagyok, hanem ezek bizonyos karakterek, és akkor ahhoz képest ők reagálnak bizonyos dolgokat, és van olyan, hogy mondjuk elindítom a fejezetet, és tudom, hogy mit szeretnék benne, igen ám, de az a karakter, akit kialakítottam, az nem úgy reagál, mint ahogy Borbás Edina reagálna, hogy így lesz vége a fejezetnek. Úgyhogy vannak meglepetések benne számomra is, és mondom, az a legizgalmasabb, hogyha én is izgulhatok. Ha ezt megpróbál lefordítani, akkor elindulsz egy folyamatban, kitalálsz egy történeti ívet, és utána teljesen ki tudsz lépni a saját lényedből, és elkalandozol azokban a szerepkörökben és szerepekben, amelyeket megpróbálsz aztán egy regénybe így belegyömködni, amit lehet, hogy teljes egészében nem is te vagy. Hát igen, ez a cél. Tehát ez igazából, én ezt úgy szoktam magamban, csak így magamban megfogalmazni, hogyha ez sikerül, és hogyha nagyon, nagyon jól sikerül, az egy áldott állapot. Tehát akkor bárki lehetek, vagy bárki lehet belőlem. Tehát ez nem rólam szól, az szerintem az nem teljesen jó, hogyha az írót érzik az olvasók. A könyvben lévő történetet kell, hogy érezzék, a könyvben lévő karaktereket kell, hogy érezzék. Tehát én nem szoktam kiszólni a könyvemben, vagy nem szoktam úgy kapcsolatot teremteni a könyvemben az olvasóval, én a történetet szeretném nekik adni, és azokat a karaktereket, akik játszanak benne. Én teljesen visszahúzódok. És ebben a visszahúzódásodban mi az, ami igazán tud segíteni? Hát, ha nem piszkálnak közben.
Ja, hogy tehát te nem az az író, hogy aki dír-dúr közben tévé, rádió, hanem teljes csend, és bunkerbe? Bunker, és ráadásul családanya vagyok, és a férjem nagyon szeret velem kommunikálni, valamiért szeret velem beszélgetni, és pont rosszkor. Jó, hát van ez a betegség, amit már nehéz kieverni, és mindig akkor van egy gondolata és mondata, amikor az ember benne van a 44. emeleten a liftbe két űrlénnyel beszélgetne éppen. És megkérdezi, hogy Edina, hogy haladsz? Eddig szerintem jól. Mit gondolsz, hogy Edina, hogy hát nézd, ha el nem rontom, akkor ebből még fogpiszkáló lehet. Igen, úgyhogy én eléggé, hát én olyankor átmegyek egy másik idegállapotba, hogy finoman fogalmazzak, és hát pitbullá válok, hogyha hozzám szólnak. Ez olyan, ne érdekes is, de a kutyát postás ruhába, tehát jobb azt, hogy az ember a szőnyeg alatt megpróbál csendben lélegzetvétel nélkül meghalni. Tehát... Így. Tehát pisszenést sem szeretek, kimegyek egy kinti irodába, de oda is benyitnak. Hát ilyet, el sem tudom képzelni, egy ilyen az élet. És mindezt ráadásul úgy, hogy közben van úgy idézőjelve civil életed, ahol meg ugye az se lehet egy egyszerű, mert ott is az ember művész lelkeket találkozik, ahol azért az ego az egy jelentős szerep ebben, igen, a dologban. Igen, de én ezt szeretem, tudok vele azonosulni. Jó, azt én megértem, csak amikor az egók találkoznak egymással, az egyik reklámfilmet szeretne, de nagyon gyorsan, a másiknak van egy isteni ötlete, dokumentumfilm, csak szerezzünk hozzá még egy kis pénzt. Egyébként meg mind a kettőnek van nagyon jó ötlete, de ezt meg kéne valósítani, azt meg kéne győzni valakit, akit operatőrnek hívnak, akinek egyáltalán nincs ez az egészhez kedve. És még milyen jó lenne. Jézusom, nagyon ismered ezt a világot. És közben hirtelen még azt mondom, hogy még van 30 oldal, és az Istennek nem akar elindulni ez a lift. És közben bejön a férj, hogy vagy drágám, így képzeljem el ezt a pillanatot, amikor az alkotás szikrája egyszerűen kihúny. Igen, lobog a hajam a szélbe. És vágtatok a naplementébe. De ezek szép dolgok, tehát én ennélkül nem valószínű, hogy tudnék élni, vagy alkotni. Tehát kell az inspiráció, kell az élet, kell a nyüzsgés, és kell az elvonulás. Tehát nekem a könyvírás az egy elvonulás. És ez a sztori, ez egy kifejezetten burokban lévő dolog, tehát nem lépünk ki a házból, nem lépünk ki bizonyos terekből, és ez biztosítja az olvasónak is ezt a burkot. Hála Istennek már most jött ki, tényleg friss, meleg a könyv, és már jönnek, igen, süt, és már jönnek a visszajelzések, és hihetetlen, fantasztikus visszajelzések jönnek, mert nem gondoltam, hogy az olvasók ennyire mélységében belelátnak a dolgokba, amiket szerettem volna interpretálni. Nem volt egyszerű megoldani, hogy az egész világ megtanulja, mi az, hogy karantén. Az még még nehezebb volt elintézned, hogy mi itt a kis hazában is tudjuk, hogy este 8-tól bezárva lenni, de hogyha ez a kettő sikerült, akkor ennek a könyvnek is van esély, megismerjük. Hát úgy látszik, hogy elég hatalmas vagyok. Ezt én nem tudhatom, viszont megértem a férjedet, aki rájött arra, hogy egy országot be tud zárni, hogy tudják, hogy ez a könyvnek van létjogosultság, akkor inkább jobb, hogyha ő tényleg néha hallgat. Én sem akarom tovább húzni az időt, mert aztán úgy járok, mint esetleg mások, akik ebből a könyvben nem szerepelnek, és a következő könyvetbe szeretnék bekerülni. Ezért kérlek, fogadd el a tévé meg a magam nevébe ezt az apró kis figyelmességet, ezt a hét emberek kis plakettet. Köszönöm és további szépen. Jó írást kívánok, a férjednek pedig sok türelmet, az olvasóknak pedig sok-sok felfedezést, mert hogy ne ijedjenek meg, ez ezért valójában ízig-vérig romantikus történet. Kicsit más a díszlet, más a jelmez, de amiről szól, az nem más, mint az ember meg az emberi kapcsolatok. Én köszönöm, hogy itt voltál, mi pedig nem sokára folytatjuk. Ez továbbra is a hét ember, és a hét ember nagy megtiszteltetés számomra, hogy elfogadta a meghívást. Jádi dr. Németh Andrea, így jól mondtam. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Méghozzá a Budapesti Vonósok Kuratóriumának elnöke. Hol születik a zene? Hol születik? A szívünkben, lelkünkben. Hát ez szerintem velünk van, mióta, nem is tudom, mióta emberek vagyunk. Amikor elkezdett zenével foglalkozni és hegedülni, akkor gondolta volna, hogy egyszer kuratóriumi elnök lesz? Hát nem, ezen gondolkodik az ember, azt hiszem, hogy pici gyerekként.
De valahogy azt gondolom, hogy ez egy percig nem volt kérdés, a zene az mindig velünk marad. Tehát, hogy ez családilag is, mert igen, ha jól tudom, akkor mindenki, aki él és mozog, az kottaolvasással kezdte, és szinte, utána kapott bébitápot, nem? Igen, így van. Édesanyám zongoratanár volt, nagyon sikeres, nagyon elismert zongoratanár. Nagynéném, nagybátyám hegedűművészek, húgom csellóművész, húgom fia, szintén csellista, talán sohasem mondtam, hogy csellóművész, bár még nagyon fiatal, úgyhogy tényleg szinte mindenki a családban. Édesapám nem, de ő is mostanra már szinte vájtfülű zeneszakértővel. És tessék mondani, hogyha az ember elkezd hegedülni, akkor mikor jön az a bíróságra, vagy akkor inkább a bíróságon húznál a nótáját mindenkinek? Tehát, hogy lesz az emberből jogász? Jogász? Hát nehéz erre válaszolni, mert azért igazából én azt gondolom, hogy a magam módján a jog területén is megmaradtam művészembernek. Hát azt gondoltam, tehát azt egyébként, ha valaki ezt nem tudja virtuózként kezelni, akkor elveszik ott a paragrafusok sűrűjébe. Nagyon sok minden érdekelt engem, tehát azt gondolom, hogy nem biztos, hogy önmagában a zene, bár kitölti az életemet, de amelyet még rengeteg minden érdekel, és a jogterületén is így van. Tehát nagyon örülök annak, hogy ügyvédként az ügyvédirodánk sok területtel foglalkozik, sok izgalmas kérdéssel találkozunk, rengeteg olyan társadalmi problémával, jogi problémával, amiknek a megoldásában remélem, hogy segíthetünk. Úgyhogy ez így nekem most így lett egy ilyen kerek egész. A szakjogász tekintetében inkább büntető, vagy polgári, vagy gazdasági, tehát melyik a szakterület? Gazdasági joggal foglalkozunk, tehát elsősorban nagyobb cégeket, vagy cégeket képviselünk. Mostanában szerencsére nagyon sok magyar családi vállalkozásnak is segítünk abban, hogy sikeresen vigyék tovább a céget, tehát ez a generációváltás sikeresen megvalósulhasson, de alapvetően úgy klasszikusan inkább társasági joggal, cégjoggal, tranzakciókkal foglalkozunk. Ha már klasszikusnál vagyunk, és akkor hogy keveredik az ember abba a helyzetbe, hogy aztán a klasszikus zenei élet egyik zászlós hajójának az irányítója lesz? Mert nem olyan régi történet vonósok, ez, igen. Az azért mégiscsak egy igen rang, tehát ez olyan, mintha valaki most fölkérdenek arra, hogy akkor legalább a Royal Albert Hallnak legyen a kuratórium elnöke, tehát hogy azért ez hogy sikerül? Az év elején volt, talán január első napjaiban, én egyébként elég sok társadalmi szervezetben is igyekszem aktív lenni, ami nem csak az ügyvédi munka, és egy évnyitó, hát akkor még szerencsére lehetett, egy évnyitó ünnepi rendezvényben gondolkodtunk, zenei rendezvényben, és akkor került szóba egy olyan helyszín, ami nagyjából 300-350 embernek a befogadására alkalmas, nagyon-nagyon szép helyszín, ez a Tudományos Akadémia volt, és akkor felmerült, hogy meg tudjuk-e tölteni ezt a helyszínt nagyon gyorsan, nagyon sok zeneszerető emberrel, és egy nagyon-nagyon szép koncertet sikerült, egy évnyitó rendezvényt sikerült összevarázsolni rövid idő alatt, és talán azt hiszem, hogy azt követően keresett meg a Budapesti Vonósok Kuratóriumának az egyik tagja, hogy lenne, aki egyébként ismerte az én zenei hátteremet, szóval már nagyon sok zenei rendezvényen ott volt, amihez valamilyen közöm volt. Egyébként még hozzátartozik, hogy az ügyvédirodának is a karácsonyi koncertjein, éves rendezvényein szinte mindig volt valamilyen formában, jelen volt a komoly zene, ami különleges formában. És aztán innen jött a megkeresés, és nagyon megtisztelő volt valóban. Igyekszünk legalább annyira jók lenni, mint amennyire a budapesti vonósok jók, és amennyire ők, amilyen értéket ők képviselnek. Ebben a nehéz időszakban, mert hogy azért ne tagadjuk, hogy ez az egész koronavírusos időszak mindenkit nagyon megvisel, de nagyon megviseli a vendéglátást, mert hát ugye, de ott még talán egy kicsit a házhoz szállítás segít valamit. De hát a budapesti vonósok, meg a nagy zenekarok, meg a
művészek, azok nehezen tudnak beállni az ajtóba és eljátszani egy gyors partitúrából valamit. Hogy élik túl ezt a nehéz helyzetet? Hogy éli túl egy kuratórium? Hogy éli túl, mit tud tenni egy kuratórium annak érdekében, hogy a zenészek túléljék ezt az időszakot? Egyrészt legyen olyan feladatuk, ami kitölti azt az időt, amit koncertezéssel nem tudnak, hogy közben úgymond a szakmai felkészültség ne csökkenjen. Másrészt látsanak értelmet ebbe a dologba, mert mégiscsak a vezető értelmiség szerintem a zenészek táborához tartozik. A harmadrészt meg hát mégis ennek van egy anyagi vonzata, kár lenne azt beszélni, igen, hogy ők most nem menjenek el pizzafutárnak, mert igen, csak tönkre teszik a kezüket, de egyébként nem biztos, hogy abban olyan virtuálisok lennének, mint mondjuk egy gyors megoldásban, mondjuk, hogyha Mozart mester néhány hangját, igen, felidézik. Igen, nagyon nehéz szerintem is, két okból is. Ugye egyrészt nyilván a bevételi lehetőségük gyakorlatilag megszűnt egyik pillanatról a másikra, és az sem biztos, hogy a nagyon-nagyon jól képzett és magas színvonalon játszó komoly zenészeknek olyan tartalékai vannak, mint sok más embernek, tehát mindenféleképpen ez nehezen érinti őket. A másik oldalról pedig a komoly zenéhez hozzátartozik az is az előadó művészethez, hogy színpadon kell állni, és gyakorolni kell nap, mint nap. Egy-két nap kihagyás is azért, mint a sportolóknál, érződik a hangon, érződik a teljesítményen, tehát ez így nekik gyakorlatilag egy dupla nehézség, nekünk pedig dupla kihívás. Nem olyan régen beszélgettünk a zenekar vezetőjével, koncertmesterével, Pici Jánoson arról, hogy mennyire az előadó művészet tulajdonképpen mennyire interaktív, mennyire igénylik a zenészek azt az élményt, amit nem csak ők adnak, hanem amit a közönség visszajelzéseiből is kapnak. És az biztos, hogy ezt megteremteni online csatornákon nagy kihívás, és sokkal nehezebb. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és szép programokat igyekeztünk, vagy programokon gondolkodunk, programokat tervezünk, így a karácsony környéke is ilyen lehetőség, amikor meg lehet próbálni szólítani az embereket. Ez most egy különleges karácsony, amikor azért a meghittségnek, a családnak egy kicsikét a jelentése, az értéke más, hogy sokan nem is tudtak együtt ünnepelni. Meg kell csatorni mindenképpen, meg kell találni az online csatornákat, amiken el lehet érni a közönséget, és azt gondolom, hogy meg is kell tudni őket úgy szólítani, hogy ők azt személyesen éljék meg, és személyesen fogadják. Úgyhogy én abban hiszek, hogy minden nehézség egyben egy lehetőség is, egy kihívás is, ami új módokat teremt arra, hogy ezért a zene elérje az embereket, és hát dolgozunk rajta. Zseniális például az elképzelés, amit ugye láttam, hogy karácsonykor úgy köszöntik ugye a zenekarhoz közel állókat, vagy a zene szerető embereket, hogy ilyen QR kód segítségével egy karácsonyi koncertet, amit felvettek, akkor azt mindenki úgymond személyessé teheti, úgymond a zenekarral való találkozást, és akár még karácsonykor együtt meg is nézheti a család, igen, vagy megnézhette a család. Igen. És azt meg külön köszönöm, hogy nem is olyan rég, talán 10 perc ezelőtt megállapodtak a tévé vezetésével, hogy ezt a koncertet láthatják majd a tévénézők is, amit hálás szívvel köszönjük, és hát ez is egy apró visszajelzés a művésznek számára, hogy egy nincsenek elfelejtve, másrészt egyre nagyobb az igény. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy arra az időszakra, amikor majd idén áprilisban, májusban mondjuk normalizálódik a helyzet, hogy már 50-60%-a bevonultva az embereknek, akkor vajon a koncertek hogyan tudnak visszatérni. No, nem a zenészek részéről, mert valószínűleg ők megfeszített íjként ott várják azt a pillanatot, igen, amikor kell, hanem igen, hogy maguk a nézőknek lesz-e bizodalma a másikban, igen, meg magában az intézményben, hogy akkor egy ilyen koncertet személyesen is. Tehát mennyire alakul át, úgymond a nézőtéri szokások, hogy hogyan, miképpen lehet ezt megoldani. Miközben így hallgatom, a közben az jutott eszembe, hogy igen, hogy tényleg nehéz a zenekarban játszóknak, mert ott valóban nem csak a saját gyakorlásunk kell, hanem hogy annak ott egy összhangot kell összehozni, tehát ott a csapatnak együtt, igen, kell működni, igen, ez nem olyan, mint egy szóló énekes, aki ha talál egy zongora korrepetitort, akkor nagyjából ő jól van, hanem hogy minden ilyesmit meg tudjon oldani, de többször megütötte a fülemet ez a komoly zene kifejezés. Létezik ez a kifejezés?
Ugye ezért nehéz erre válaszolni, mert az, amit mi most komoly zenének tartunk, régen, 100 évvel ezelőtt, az volt a könnyű zene, a szórakoztató zene, tehát hogy végül is azzal szórakoztak az emberek, akkor nem volt annak alternatívája. Szabát ne felejtsd, ez ugyanolyan, mint a népdal, hogy ugye teljesen a Csitári hegyek alatt, és akkor könnyező szemükkel gondolunk, hogy Istenem, ez a népdal, pedig hogyha a definícióját nézzük, akkor most a népdal az a nézését és a járását, meg a despacito, igen, mert hogy amit a nép énekel, az a népdal. Igen, igen. Talán ez az utókor fogja eldönteni, hogy abból, amit ma hallgatunk, abból mi a komoly zene, és mit hova lehet egyáltalán bekategorizálni. De én azért azt gondolom, hogy mostanság nagyon sok nyitás látható, crossovernek hívják, de a lényeg az, hogy valahogyan találkozzon tényleg az úgymond komoly zene a közönség fülével. Közben azok gondolkoztam, nevezzük klasszikus zenének, de ez se teljesen igaz, mert szerintem egy Sinatra ma már klasszikus. Igen, igen, abszolút. Sőt, Santana is, vagy tudnék rengeteg példát mondani. Na jó, hát annyira ne menjünk annyira, maradjunk a Sinatra, száz év, nem? Azt azért rakjuk össze. A komoly zene kapcsán, meg hogy ilyen zenekar kapcsán, mikor érzi azt, hogy sikeres a munkája? Tehát mondtuk, hogy januárban megkeresték, jött a világégés, ez egyértelműen világossá tesz, hogy valaki vagy alkalmas, vagy nem alkalmas. Önláthatóan alkalmas, mert hogy látom, hogy mi mindent küzd itt a zenekar és a kuratórium együtt, hanem hogy mikortól gondolja azt, hogy amit úgy fejben megfogalmazott, hogy ha majd ennek a kuratóriumnak az elnöke leszek, én akkor leszek elégedett, hogyha 3 év múlva például. Igen, igen, valóban kellenek hosszú távú tervek is, amiket éppen nehéz volt megfogalmazni akkor, amikor engem felkértek. Az gyakorlatilag az első alkalom, amikor találkoztam a zenekarral, az az volt, amikor márciusban bezárta a kapuit a Zeneakadémia. Az utolsó koncert volt a karantén előtt. Úgyhogy kellenek a hosszú távú tervek is. Én ott szeretném, hogy erről majd még egyszer beszélgethetnénk később, hogy nemzetközi értelemben is hova lehet a zenekar hova tud eljutni. Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a magyar zene, magyar komoly zene, és a magyar komoly zenészek, a művészek nagyon jó hagyományokat hoznak, és nagyon értékes munkát tudnak mutatni mindig, úgyhogy bárhova el lehet jutni. Tehát így egész hosszú távon a határ persze a csillagosség nemzetközi értelemben is. Most kisebb lépésekbe gondolkodtunk egyébként pont a járványhelyzet miatt, és itt aztán persze lehet közép-rövid távú tervekben is gondolkodni. Én, ahogy ezt ön is mondta, már annak is nagyon örülök, amikor azt láttam, és majd tényleg remélem, hogy a nézők is így gondolják, hogy ez a karácsonyi film, ami elkészült, hogy amilyen lelkesedéssel készült a zenekar tagjai részéről is, amilyen sok szeretet és sok adás, karácsonyi üzenet, és egyáltalán tehát az értékát átadás megjelent benne, ez már önmagában egy siker. És hogyha ilyenkor megszületik a fejünkben egy következő gondolat, hogy mit lehetne még adni a közönségnek, és hogy lehetne elérni őket, ezek olyan apró sikerek, amik már önmagában minden nap visszaigazolják, hogy jó, legalábbis én jó helyen vagyok, az biztos. És hosszú távon pedig azt gondolom, hogy remélem, hogy lehet gondolkodni fesztiválokban, hazai fesztiválokban, nemzetközi fesztiválokban. Remélem, hogy lehet abban gondolkodni, hogy egy vonózenei, egy kamarazenei formáció mennyire sok közönséget meg tud szólítani a világ minden táján. Nagyon fontos talán, amit még kiemelnék, és ez is egy fontos projekt a zenekar szempontjából, hogy készült egy karaoke felvétel egy-két héttel ezelőtt, már ez is a járvány ideje alatt, ami a zenetanárok munkáját próbálja segíteni, azzal, hogy a gyerekek ráénekelhet. Tehát egy nagyon népszerű, de klasszikus zenei művekre a gyerekek rá tudják énekelni a vívő dallamot, és az utánpótlás nevelés, a következő generáció, ez is egy olyasmi terület, hogy azt gondolom, hogy rengeteg hosszú távú tervet is meg lehet fogalmazni, de ugyanakkor akár napi szinten is nagyon sok sikerélményt tud adni az embernek. Mi egy apró visszajelzést tudunk most adni, az pedig úgy szól, hogy
kérem, hogy fogadj el, hogy a tévé meg a magam nevébe ezt a kis plakettet, mint a hétembere díjat, fogadj el szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm, hogy itt volt, és sok siker továbbra is a rövid távú, meg a hosszú távú tervekhez, és megígérem, mert érzem én, hogy ebben van még téma, hogy visszajön, mégis kifaggatom, hogy amikor túl vagyunk a pandémián, hogy akkor hova, hol lesz a csillagos ég. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet, ne feledjék, a hétemberére önök is tehetnek javaslatot, kik vagy ki legyenek a hétemberei, és egy fontos szolgálati közlemény. Ha úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, akkor írjanak a tisztelet.tq@gmail.com-ra, és hogyha kell, akkor bevásárolunk, hogyha kell, gyógyszert kiváltunk idősek részére, ha éppen kell, mint említettem, nem olyan rég, akár villanykörtét is tudunk cserélni, és porzsák beszerzésben is hibátlanok vagyunk. A Tisztelet Társaság meg jó magam is állunk rendelkezésre, de a legfontosabb, hogy vigyázzanak magukra, jövő héten találkozunk.